Imapercek Schmudl a Tamás plébánossal. Szent Máté evangéliumából olvastuk most éppen a 8 boldogságot. Elolvasom az egész szakaszt, amit hát erre a napra jelöltek ki. Abban az időben Jézus látta a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert ővék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ővék, ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívek, mert meglátják Istent. Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak hívják. Fogják hívni. Boldogok, akik üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, amiattam gyaláznak, üldöznek, hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek, újongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben. Hát ezen tanításokat hallhattuk az Úr Jézustól most éppen, és egy picit megállhatunk. Mind a 8 boldogságról is szoktunk beszélni, és lehet is egybefoglalóan nagyon szépen is össze lehet ezt foglalni. Most magam részéről inkább a második a sorba, itt Szent Máténál, boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Nagyon különös, hogy az Úr Jézus a sopánkodókat, a maguk alatt levőket, hát nem mondja, boldognak, akiknek nincs örömük, hát ezeket nem szokta így külön boldognak mondani. De azért olyan érdekes, hogy alaptónus mégis tényleg az öröm. Itt mondja folytonosan, hogy boldogok ezek, amazok. Milyen szép ez, tehát az örömet emelik ki még a boldogság mondásokban is. Örüljetek az Úrban, szüntelenül örvendjetek, mondja a Szentírás, Pál apostol is beszél erről. És aztán ez az öröm az alaptónusa a hívő embernek, egy pici derű kell, hogy legyen meg a szívében az embernek, még ha nehézségek, bajai vannak, akkor is a szívében valahol tudja azt, hogy az Isten vele van, és egy vigasztalást ad számára. Ilyen értelemben, tehát a hívő ember át alaptónusa azért mégis az öröm. De ott van Jézusnak ez a tanítása, hogy boldogok a sírók. Hát hogyan lehet a kettőt összekapcsolni? Egyszerre örülni és sírni is, hát az valahogyan, mintha nem passzolna össze. Szokatlan is ez a társítás. Ennek ellenére ez a boldogságmondás valóságosan fontos, hogy a többiek között ott szerepeljen. És az a különös, hogy maga az Úr Jézus is sírt. A Szentírásban két ilyen jelenet van, ahol Jézus sír. Az egyik az ő barátjának, a Lázárnak a sírjánál történik, a sír előtt Jézus elsírja magát. Meg is lepődünk ezen, mert ha csak arra gondolok, hogy ez a Lázár hát egy nagyon jámbor ember volt, többször a Máriával, Mártával, a leány testvérével fogadták az Úr Jézust, és még a tanítványokat is többször vendégül látták. Hát bizony, miért sírt? És itt talán az emberiség sorsán, hogy a halál hozzátartozik, a gyász, a szomorúság a mi életünkhöz. Ehhez a földi életünkhöz hozzátartozik, és nem a Lázár bűneit síratta, és nem a Lázár sorsa felőtt, örök sorsa felől aggódhatott, hanem inkább az emberi sorsnak ez a tényleges hát nehézkessége, nyomorúsága, a halálnak a földi életünkön levő hatalma, hogy születünk és meg kell halnunk. Hát ez
hozta belőle elő ezeket a könnyeket. És van még egy rész, ahol megint csak találkozunk. Jeruzsálem szélén rálátott a városra, és azt mondja, hogy hányszor akartam fiaidat egybegyűjteni, mint a kotlós a csibéit maga alá gyűjti. Ez a visszautasított szeretet, amely honfitársai irányába vezette, ez csalja ki az ő könnyeit. Tehát nem méltatlankodás, és nem szembeállás, nem harag, meg efélék, hanem a szeretet könnyeit hullatja. Tulajdonképpen minden emberért értünk is. És valahogyan ezek a könnyek is Jézusnak a könnyei. Aztán hozzátehetjük, hogy a mi életünkben is boldognak mondja a sírást. Mikor történhet ez? Legfőként, amikor másokért tudunk sírni. Vagy a gyász könnyei. Ugye ezek is hozzátartoznak az életünkhöz. Maga a sírás is talán felszabadítja a bensőnket, a lelkünket, és ha mások sírnak velünk együtt, azok vigasztalnak. A rokonok is elmennek a temetésre, és amikor ott vannak a közelünkben, akkor hát az egy vigasztalást is jelent. Ha az ember soha nem tud sírni, talán az se jó, az nem valószínű, hogy az nagyon szerencsés lenne, de Jézus nem csak a magunk fölött való sírást bajaink közepette, vagy egyéb más kárunk gondjai közepette állítja elénk, hanem a mi lelki életünkbe is hozzátartozik, és ez alatt azt értem, hogy sírunk tehát a gyásznál, és mások is vigasztalnak, sírásra még vigasztalni is lehet. És ez talán könnyít rajtunk az életünkön, tehát sírhatunk ezért, sírhatunk mások bajain, szeretteink bajain, mások életének a fájdalmain, gyötrődésein, megsirathatjuk őket. Az emberek tudják, ha nagy katasztrófák vannak, bajok vannak, háborúság van, most ezt mindennapos hírek szinte előhozzák, hát ezen is lehetne sírni, vagy ha nem is tudunk, hát sírni, folyamatosan nem tudunk sírni, de meg kellene, hogy induljon a szívünk egy kicsit. Ez a megrendültség is valahogy hozzátartozik az emberhez. És hát ez is mutatja azt, hogy tulajdonképpen ezek a könnyek, ezek tisztítanak minket, és sírhatunk a saját bűneink, mulasztásaink fölött is. Ha valaki tud a mulasztásain, vagy hogy nem felelt meg az Isten szeretetének sírni, ez az Istennek az ajándéka már. A bűnbánatnak a könnyei, és hát ezek mossák széppé az arcot, a bűnbánó arc, a könnyekkel áztatott arc, az egy szép, megtisztult arc. Ezt mondják a művészek is sokszor, vagy az írók is, nagyon észreveszik ezt. Tehát látjuk azt, hogy vannak olyan helyzetek, amikor tényleg sírhatunk, és ezek a könnyek, ezek felszabadító könnyekké is válnak. Úgyhogy ténylegesen érthető módon nem véletlenül mondja az Úr Jézus ezt, hogy boldogok azok, akik sírnak, akik tudnak sírni. És amikor sírunk, akkor tudjuk, hogy az Isten nagyon jó, szeret minket, és hogy megbocsát minden bűnt, és szeret. De mégis azért sírhatunk, mert azt jelenti, hogy a Szentlélek kegyelme, a vigasztalása valahogy elárasztja az ember szívét, lelkét, és ezt kelti, hozza ki belőlünk. Talán ilyesmit gondolhatunk, hogy Jézus az örömet kínálja fel, mikor tanítványának mondja, hogy sokáig már nem leszek veletek, sírni fogtok a világ, nevetni, örülni fog, de azért azt mondjam, hogy megjelenek nektek, megláttok engem, és örülni fog a szívetek. Tehát az öröm a domináns, mert a földi életben a kicsi reménységeink, azok
Hát lehet, hogy dugába dőlnek, hogy lesz majd ezzel, azzal, keresettel, vásárlással, egyéb nyavajgásunk, ezek csak kis remények, ilyen mindennapi dolgok. De van egy nagy reménységünk, az örök élet, amely előttünk áll, és erre akar a Jóisten minden embert, mindannyiunkat elvezetni, minden embert, hogy hát üdvözüljünk, hogy elérkezünk az igazi célunkhoz. És ezért van az, hogy ez a mi nagy reményünk, és ezért mondja az apostol, hogy örüljetek az örvendezőkkel, és sírjatok a sírókkal. Hát legyen szívünk másokhoz, legyen mások iránt érzékeny a szívünk, ne a káruknak, a bajuknak, ne ezen újjongjunk és örvendezzünk, hanem inkább, ha kell, sírjunk. És tudjunk örülni is mások örömének. Valami ilyesmi ez, amiről Jézus beszél, vagy az apostol beszél, vagy a Szentírás megszólít bennünket, és van ideje, mondja az Ószövetség, hogy van ideje a sírás örömnek, és van ideje a sírásnak. És azt hiszem, hogy igazán emberek legyünk ahhoz, ezt is meg kell úgy sejtenünk. Nem kell okvetlen kifolyt könnyekre gondolunk, de mégis a szívünknek a szeretete és a szívünknek az odafordulása, amivel tudjuk kimutatni a szeretetünket, hát ez legyen meg bennünk, és ez vezessen az életünkben, és inkább az öröm. Jézus mindig az örömet akarja, ezt a belső örömet, hogy meglegyen a hív ember szívébe, az ő boldogságunk akar lenni, és minden emberhez az ő jóságát, szeretetét akarja adni. Nagyon szép mondat befejezésre a Szentírásban, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik. És ez így van az örömben, a nehézségek közepette is. Tudjuk, hogy az Úr köztünk van és velünk van, és ez egy nagy vigasztalást ad nekünk, és tulajdonképpen Szentlélek kegyelmét, hát örömét is ránk tudja árasztani. Talán így olvashatjuk, gondolhatunk erre, a boldogok a szomorkodók, boldogok a sírók. Nem jó sírni, nem jó szomorkodni, de nem is ilyen buskomor, örök szomorúságra gondol Jézus, hanem hogyha úgy vagyunk, akkor is tudjunk kapaszkodni belé, és ő meglátogat a kegyelmével. Köszönöm szépen!